Az élet szólamok sokasága a Sorsok koncertjén. Milliónyi hangi egy kusza halmazának szimfóniája, amelyben mindenkinek megvan a saját kottája. Az előjegyzés most Erdély, Bukarest, Budapest. A szólisták egytől egyik zseniális művészek, írók, gondolkodók. Selmeci György, Szávai Géza, Tamás Klára, Elekes Károly, Damó István, Jovián György, Molnár László József, Szilágyi Varga Zoltán és Zemlényi Csaba. Fiatalon egy időben indultak Erdélyből, magyarként. Egy olyan korban, amikor a diszonancia volt az úr, ők mégis megtalálták a harmóniát a művészet által. Kemény munkával tehetségük meg annyi elismerésben részesült a világ számos pontján. De az előjegyzés soha nem változott. Szívükben minden hang, minden kép magyarul cseng még most is a nagyvilágban. Szólamaik sok-sok év elteltével egy belvárosi szalomban alakult közös szimfóniává. Életre keltik gyökereiket, amely Erdély, Bukarest és Budapest hangján szólnak. A második szólamban olyan művészekkel beszélgetek, akiknek kottáiban az első hangok Kolozsváron, a Mátyás király szülőházában kialakított művészeti egyetemen születtek. Tamás Klára Kárpit művész, Elekes Károly Munkácsi díjas festőművész és Szilágyi Varga Zoltán Balázs Béla díjas rajzfilmrendező. Azt mondanám el, hogy mi volt az a Marosvásárhelyi Művészeti Iskola. A Marosvásárhelyi Művészeti Iskola, amiről már sokan beszéltek, az egy gyönyörű szecessziós épületben volt, és ott volt az első úgynevezett műélményem, mert minden alkalommal, amikor fel kellett menni az utolsó emeleti stúdiókba, ahol az iskolánk volt, valamikor művésstúdiók voltak. Hát most Román Múzeum van. Végigmentünk a Márvány lépcsőkön, és ott láthattuk a nagy magyar zeneszerzők, nagy magyar írók, költők üvegfestményeit, és persze a nagy halban a gyönyörű, óriási falfestményeket, és azt hiszem, hogy a monumentalitáshoz való közeledésem ott alakult ki. Na most, ez a világ közepe, mert eljutok New Yorkba, és felkértek, hogy készítsek egy plakátkiállítást, és hát igen, ha már elkészült a plakátkiállítás, hát ezek olyan Bukarestben készült 40 éves plakátok, 40-35 éves plakátok, hát ezeket múzeumi szinten kéne valahol bemutatni. És meghívtam a Modern Art Múzeumnak a kurátorát, hogy nyissa meg a kiállításomat. Mikor leküldtem neki az anyagot, rögtön hivatott, hogy beszélgessünk. Ott nem beszélgetnek a művészekkel olyan egyszerűen, nem közelednek olyan nagyon, de én megkaptam ezt a privilégiumot. Bemegyek, beszélgetek a kurátorral, aki egy hölgy, aki azt mondja, hogy magyarul, Marosvásárhelyi? Mondom, igen, hát angolul folytatom, és akkor hova járt iskolába, kérdi angolul, hozzáfűzi magyarul, Kultúrpalotában? Hát nagyon elcsodálkoztam, hogy tudja ezeket a szavakat olyan pontosan magyarul kiejteni. A lényeg az, hogy skót származású, egy magyar kiállítás révén beleszeretett a magyar művészetbe, még diák volt, és eljött Magyarországra, megtanulta a magyar nyelvet, meg legalábbis kurzusokra járt, és specializálta magát a magyar szecesszióra.
Most ez a magyar szecesszőzeg különben az ő nagy szerelme, és így jutott el Marosvásárhelyre, mert a szecessziónak az egyik csúcs műve a marosvásárhelyi kultúrpalota, és az az egész tér, ahol kialakult egy székely szecesszió. Na most, ezt csak azért meséltem el, mert Marosvásárhely a világ közepe. Onnan indultak el a barátaim, eljutottunk Bukarestbe, Bukarestben történt, itt most feljegyeztem egy szót, az egyetemességre való törekvés ott született meg bennem. Mert ott találkoztam azzal a kortárs művészettel, ami egyetemességre törekedett. Sokkal jobb volt, mint az erdélyi művészek többsége. Ők nem ragaszkodtak tradíciókhoz olyan nagyon. Később aztán bejött egy ilyen ortodox vonal, és tudták, mi történik a világban, nagyon jó könyvtárunk volt a Képzőművészeti Szövetségnél, jól informáltak voltunk. Szóval egy nagyon érdekes művészeti élet volt, nem csak a színházban. A színházi életet is ismerem, mert színházi plakátokat készítettem, műsorfüzeteket és plakátokat, és filmplakátokat is. Most visszatérek, ezek a plakátok tetszettek meg a Modern Art Museum kurátornőjének, és ő beajánlotta a múzeum kollekciójába. Volt egy belső zsűri, aminek az alapján érdeklődést nyertek, és bekerültek a Modern Art Museum kollekciójába. Visszatérve Marosvásárhelyre, ott beindult egy olyan művészeti érdeklődés, ami az egész életemet tulajdonképpen meghatározta, és annak az alázatnak, becsületességnek és a művészet iránti teljes szeretetnek a hitében élek mai napig, itt Budapesten is, ahova ezelőtt 4,5 évvel érkeztem, és ahol még kóstolgatom a helyzetet, két kiállításon vettem részt, egy nagyon érdekes kiállítás Sors és jelkép címmel a Szépművészeti Múzeum rendezett egy erdélyi művészetről szóló kiállítást 1920 és 1970 közötti művekkel. Oda bekerültem, és a második kiállítási esélyem a házi galérián kívül, ami állandóan működik, a Vigadóban rendezte meg a Magyar Művészeti Akadémia a nem rendes tagok kiállítását, az iparművészeti szaknak a próbálkozása ez, és hogy kapcsolatot tartsak a budapesti értelmiséggel, művészkedvelőkkel, művészekkel, megszerveztem ezt az Art Szalont, ahova nagyon kedves vendégeim örömet okoznak nekem, mert így kapcsolatba kerülök a magyar szellemmel. Én Erdély közepén egy kis faluba nőttem föl, Simélyfalván, ahol az édesapám egy nagyon furcsa gondolkodású ember lévén asztalos mester volt, és egész életén keresztül örök mozgókkal álmodozott és foglalkozott, tehát egy ilyen megvalósíthatatlan álma volt folyamatosan, ami engem már kisgyerekkorom óta koromban már bevont, és úgy rajzolnom kellett különböző alkatrészeket, kanalakat, gömböket. Anyám közben kézi munkával foglalkozott, tehát volt egy ilyen invenció, és a népművészetnek az ötvözete az úgy, hogy belém ivódott már akkor, és amikor onnan elkerültem egy ilyen tehetségkutatás során Marosvásárhelyre, elindulva, mint tudom, Hermann Hesse Demiánja, így a kíváncsiság által üldöztetve, egy olyan közegbe kerültem, ami kifejezetten a képzőművészet irányába tolta az életemet, és
Vásárhelyen egy zseniális tanárunk lévén, Nagy Pál grafikus művész, szintén az édesapám kíváncsiságát tovább erősítette bennem. És ez az iskola nagyon meghatározó volt, azt hiszem. És ott egy hatalmas közösségbe éltünk, a képzőművészek és a zenészekkel együtt. Ezután a Szilágyi Zoltán barátommal megpróbáltunk felvételizni Bukarestbe, ami egy sikertelen felvételi volt bizony, és nagy csalódást is okozott bennünk, ez Bukaresttel szemben egy ilyen kis ellenszenvet is ébresztett, de furcsa módon 5 év után, miután Kolozsváronra mégis a következőbe bejutottam, és 5 év után ugye végeztünk, akkor ugye az volt a rendszer, hogy kötelező módon egy bizonyos munkahelyet el kellett foglalni valahol az ország területén, ahová kihelyezték a diplomázó tanulókat, egyetemistákat, és akkor teljesen véletlenül Molnár László 5. évét befejezve Kolozsváron mi együtt egy munkahelyre kerültünk, mint szintén egy ilyen kényszer helyzet által alakult így a életünk, és egy tervező intézetbe dolgoztunk 2 éven keresztül egymás mellett, ahol különböző grafikai munkákat láttunk el, terveztünk. Például a bukaresti élet ez egy nagyon különleges 2 év volt. Jelzem, hogy ez az identitásomat ez nem változtatta meg egyáltalán. Ott tanultam meg ugye románul. Azelőtt lényegében, amíg Marosvásárjában nem kerültem, addig nem is tudtam, hogy Romániában élek. Ugye nem volt ez így különösebb téma. És hát Bukarestben a szakmai élet, különösen a képzőművészeti szakmai élet szerintem nagyon erős volt. Minden politikai, kulturpolitikai helyzet ellenére valahogy két párhuzamos alkotói szféra létezett. Volt egy államilag megkövetelt és annak eleget tevő művészréteg, akik nagy szalonokon kiállítottak, és voltak kis galériák, a Színéza, az Horizon Galéria, ahol abszolút avantgard és kísérletezőkedvű és gondolkodó művészek állíthattak ki. Ugyanebben az időben a Szilágyi Zoltán is az Anima filmnél, mint animációs rendező és rajzoló dolgozott. Tehát ott egy nagyon jó kis magyar galéri is kialakult, de ugyanakkor a román művészekkel is folyamatos kapcsolatot tartottunk fönt, és szakmailag szerintem sokat lendített a dolg az életünkön. Egészen ugye a 77-es földrengés síg, az zárta le ott a bukaresti létformát, utána át visszaköltöztem Marosvásárhelyre. És az elkövetkezendő 77-től 84-ig terjedő időszak volt talán így a szakmai életemnek a csúcsa, amikor ott Vásárhelyen 28-30 művész akkumulálódott, és együtt megalapítottunk egy csoportosulást, és kifejezetten az életünk az abszolút kifejezetten a képzőművészet és a vizuális kultúra területén működött, tehát nem igazán érdekelt bennünket a politika. A politika ez most lépett be az életembe, olyan 3 éve, miután egy Moldovából Nagyváradra költözött román művészettörténésznő 4 évvel ezelőtt a román szekuritáti archívumait kutatva engedélyt kért tőlem és több más kollégától, hogy dossziéinkat átvizsgálja, vagy kikérje, és ezeket feldolgozza. Hát ez egy elképesztően érdekes dolog volt mert én, mint alkotóművész, amellett mindig dokumentáltam a csoport, a kollégáknak, meg a csoportos műveknek, az akcióknak, a kiállításoknak a látványait, és kiderült, hogy mellettem létezett tőlem függetlenül, és tudtomon kívül egy másik szervezet, aki szintén dokumentált mindent. Hát ez egy baromi érdekes dolog. És hát ugye említettem, 84-ig, akkor telepettem át Magyarországra, ott azonnal beindult a kapcsolatteremtés, abár már Vásárhelyre is jártak
a budapesti művészek, főképp a fiatal képzőművészek stúdiójának a tagjai, akikkel megismerkedtünk, átjöttek Marosvásárhelyre, és közös akciókon vettünk részt, Lendárt és tájművészeti happeningek lebonyolítása terén, és amikor én átjöttem, akkor tulajdonképpen ez a szervezet azonnal befogadott engem, és úgy elkezdett indulni ez a szakmai élet, egész organikusan fejlődött tovább. Ez az elején említett demiáni kíváncsiság, ez így folyamatosan üldöz most is, és csinálom a dolgomat nap, mint nap. Köszönöm, hogy részt vehetek ezen a történelem órán. Nem készültem, annak idején se készültem, viszont valamiféle otthonról hozott ösztön és minta alapján túléltem a történelem órákat, a kémia órákat, az ilyen-olyan órákat, a foci meccseket. Ezen úgy azért morfondíroztam a vonaton, ahogy jöttem Budapestre, és ugye nem illik, de az ember ilyenkor formába önti a gondolatait. Ugye tudjuk, hogy a történelem az abszolút módon nem rekonstruálható. A történelem iránt érdeklődéskor a történetek, az egyének történetei ösvényén próbálunk kideríteni dolgokat a múltról, de igazából ezekbe a történetekbe a mai bennünk kikristályosodott az évek során néha torzult emlékek azok, amik kinek-kinek a saját történeteit jelentik. Ezért hallgattam élvezettel, hogy ki hogyan közelíti meg, ki hogyan mondja el, hogy mi történt vele. A mondandómat én a siker fogalmára fűzném rá, és pedig oly módon, hogy én nagyon-nagyon nagy sikernek könyvelem el, hogy két olyan nagy emberi, az emberiség két nagy kísérletébe vettem eddig részt. Az egyik a kommunista világ felépülése. Sajnos a lecsengéséről lekéstem, mert hamarabb települtem át. Itt pedig a nyugati civilizációhoz való csatlakozás, vagy valamilyen módon kapcsolódás élményét éltem meg az évek során, és pedig oly módon, mint ahogy az életem romániai első felébe, amit az első mondatomban említettem, hogy otthonról hozott készültségi állapot mentett meg mindvégig, és ez a mai napra is igaz, attól, hogy két dologra kifejezetten figyeljek. Az egyik, hogy ha mód van rá, megőrizzem a tartásomat, itt az emberi tartásra gondolok. A másik, hogy a kedvet, a jó kedvet, azt a képességet, hogy örömmel tudjak elmerülni abba, amit csinálok, amit éppen csinálok. Mindegy, hogy ez micsoda. Mert minden ilyen én csinálom, az mindig egy válasz arra megfogalmazott, meg nem fogalmazott élettapasztalati konklúziókra válasz. És hogy ezek a válaszok ugye bennem csiráznak, akkor teljesen nyugodt a lelkiismeretem, és könnyebben elviselem azt, és itt most visszatérek a siker fogalmára, ha a külvilág, a rendszerek, nem éppen akkor is úgy jeleznek vissza, mondjuk díjak, pénz, jó fizetés, mit tudom én, ingyen buszjegy formájában. Nagyon
nagyon-nagyon inger gazdag környezetben éltem. Amikor azt mondtam, hogy a kommunizmus születésétől a felépítéséig, illetve ennek egyfajta alkalmazása a romániai viszonylatokra, mert ugye az oroszok ezt előtte igencsak súlyos áron kitapasztalták, és továbbadták a módszert. Tehát az 50-es évektől, én 51-es születésű vagyok, megéltem a nagyszüleimtől a mindenük, ami volt, elvették. Erdőt, mezőt, lovakat, ökröket, szőlőst, mindent az égvilágon. Megéltem azt, hogy a szüleim családjából valaki a Duna csatornához került. Megéltem azt, hogy a kollektivizálás után szüleimnek el kellett menekülni a faluból, és a Zsilvölgyére kellett költözni. A Zsilvölgyéről, amikor én ott a négy osztályt befejeztem, édesapám még úgy gondolták, és nagyon jól gondolták, hogy az akkor még létező Maros Magyar Autonómia tartományba kellene költözni valamilyen úton, módon, hogy a gyerekek tudjanak tovább magyar iskolába tanulni. Így kerültem én először Radnótra, és utána a 5. osztályos koromtól a Vásárhelyi iskolába. Az én szempontomból a foglalatoskodásomat illetően, mondhatnám, a szakmámat illetően, fennkölten a művészetemet illetően meghatározó csomaggal engedett utamra ez az iskola. Olyan tartású emberek mutatták a saját példájukon keresztül, függetlenül attól, hogy a román tanügy mit követelt meg, mutattak tehát mintát, aminek a jeleit a mai napig fölfedezem bizonyos magatartás formákban, amiket a mostani világgal szembe én fölveszek. Ez a munka iránti alázat. Tudtuk magunkról, ezt nagyon nem is tudom, hogy csinálták, minden osztálytársamban megfigyeltem, mindenki tudta magára, hogy hol van a helye. Hogy lehet ezt megtanítani? Tehát manapság az történik, hogy mindenki már rögtön nagy művész, el is hiszi magáról, kész. Nekünk akkor nem, hogy kételjeink voltak, tudtuk, hogy hol van a helyünk. Tudtuk, hogy a másik társunk előrébb van, a harmadik hátrébb van, és e szerint viselkedtünk. Na most ez másra nem volt jó, mert például a bukaresti életemben ezek a tudások nem értek semmit. Ott egy dolog ért valamit, és az tényleg ért, hogy mindenki csodálkozott, hogy lehet az, hogy egy ember leül a székre, és mondjuk megrajzol 6 hónap alatt 9000 rajzot. Ez felfoghatatlan volt. Nekem játszi könnyedséggel ment. Igaz, hogy az ott élő barátaim néha ugye figyelemmel kísértük egymás munkát, a Laci simán bejött az animafilmbe, és mondta, hogy Zolikám, mit segíthetek? És akkor leült, adtam neki egy széket, egy papírt, és szépen, komolyan, becsülettel megrajzolta azt a rajzot. És az bekerült a filmbe. Azért pénzt senki neki nem fizetett, nekem sem fizettek különben, de ott volt tehát nem csak az én mintámban, hanem az övébe is, meg az övébe, a munka iránti komolyság és alázat. Na most ez nem csak arra volt jó, hogy kifele bizonyítsuk, hogy mit érünk, hanem a belső lelki higiénia miatt, ahol a higiénia szó kapcsán nincs pardon. Tehát nem lehet, hogy higiénia, de egy kicsit koszos a körmöm alatt. Persze ez a mi szakmámban könnyen megesik, de én itt a lelki higiéniára gondolok. És ezt a fajta tanúságot erősítették amúgy a bukaresti évek, erősítette az a tény, hogy nekem azért kellett eljönni, mert a miniszter asszony maga szólított fel arra, hogy változtassam meg a nevem. Miután a
első három filmem kiszárad rögtön a számon, nekem kell kimondani, de... Nemzetközi ugye, nagy díjakat. Igen, tehát igen. Na most ezek a díjak, tisztában vagyok vele, hogy ezek a díjak nem Szilágyi Zoltánnak szóltak, ezek a díjak Kelet-Európa diktatórikus rendszerébe sínylődő művésznek is szólt, vagy művészeknek is szólt, akiknek filmjük se volt ott. De ezekben olyan üzenetek vannak kódolva, amit az én belső életérzésem szült. És ez átment a milyen falnak hívták Kelet és Nyugat között a... Berlini fal. Az ott Berlinben. A vasfüggönyön is átmentek ezek. Ez az életérzés, ez az örökös feszültség, készenlét, bizonyos dolgok felvállalása. Kialakult egy metanyelv, amit érdekes módon, mert hogy a filmen belül konzekvens, tehát ugye a film nyelvéről beszélve tudnivaló, hogy az nem olyan, hogy lekottázható, mint a muzsika. Minden film, ő maga alakítja saját magának ki a saját nyelvezetét. És az a jó film, mindegy, hogy milyen zsáner, milyen féle fajta, ha az a nyelvezet konzekvens. Tehát olyan ABC-t fektet le, ami segíti a dekódolást. Na most ezeket a dolgokat tanultam én meg ugye az évek során, és akkor meglepetten tapasztaltam, hogy áttelepülve a nulláról kellett megint kezdeni. Itt is az segített, tehát azt mondták, rajzoljak egyszerűen simán valakinek a filmjel. Leültem, rajzoltam. Ők nem bírták ki, nem én, hogy na most akkor egy év végén mondták, hogy van egy kis pénz, csinálj gyorsan egy filmet. Rendben van, megcsináltam. Mit ad Isten? Megint értették, hogy miről beszélek. Már nem itt, hanem a fesztiválokon. De és akkor innentől, igen, és innentől kezdve úgy elindult megint fokról fokra, lépésről lépésre, de mindig az volt mögötte, hogy hamarabb volt a teljesítmény, hamarabb volt, amit én javasoltam a környezetemnek, a világnak. Nem a világ bízott meg engem soha. Ma se. És ez tehát egyfajta történet, amit én felfűztem erre a már előttem megkezdett fűzérre. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A folytatásban Jovián György Munkácsi díjas festőművész és Molnár László József Munkácsi díjas grafikus művész.